Március 15-e alkalmából került sor a Gödöllő 50, a megújuló értékek városa tematikus év hivatalos megnyitójára, mellyel a város alapításának 50 évvel ezelőtti eseményeire emlékeztek. A Királyi Kastély lovardájában megtartott ünnepsége dr. Gémesi György polgármester beszédében köszönetét fejezte ki a város korábbi vezetőinek és mindenkinek, aki segítette a város fejlődését. Hangsúlyozta, polgármesterként arra a legbüszkébb, hogy Gödöllőn olyan közösség van, amiben mindenki részt vesz. Az ünnepi beszéd után köszöntötték az 50 évvel ezelőtt Gödöllőn született polgárokat. A 176 főnevében az 1966 év első szülöttjei Nagy Katalin és Urbánné Krizsán Judit Piroska vehette át az emléklapot a színpadon. Ezután az 50 éve Gödöllőn házasságot kötő 26 házas pár köszöntésére került sor, akik nevében a színpadon Gubacsi László Ede és felesége vehette át az emléklapot. Az ünnepi alkalomból Palkovics László megbízott rektorhelyettes a Szent István Egyetem nevében oklevelet nyújtott át Gémesi Györgynek, Gödöllő várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából. Polgármesteri ezüstérem Gödöllőért elismerések átadására is sor került, elsőként Barna Illés cukrászmester részére 5 évtizedes kiemelkedő szakmai munkájáért, majd Dankó István karnagy részére az idén 25 éves Kavaletta női kar vezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért, végül a szintén fennállásának 25. évfordulóját ünneplő Gödöllői Városi Fúvós Zenekar vezetőjeként végzett kiemelkedő szakmai munkájáért Ella Attila művészeti vezető vehette át az érmet. Nem maradhatott el a tematikus évhez kapcsolódó torta kompozíció sem, amit Szoljár Csaba cukrászmester és Gróf Gergely cukrászatvezető mutatott be. A citromos mandulás piskóta alapú mandulamuszt mézes tésztát, megyragút és megyzselét tartalmazó különlegességet Barna Illés cukrászmester szelhette fel. Az ünnepség keretein belül került sor a Gödöllő városáért díjak átadására, melyet idén Fodor László zenetanárnak, Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógusnak, a Garabonciás Színtársulat művészeti vezetőjének és a Humán Bioplazma Kft. Dolgozói közösségének ítélt a képviselőtestület. Gödöllő város önkormányzatának képviselő testülete Fodor László zenetanárnak elismerve kiemelkedően magas művészeti tevékenységét, valamint a szakma iránti elkötelezett munkáját Gödöllő városért kitüntetést adományozza. Fodor László klarinétművész, fafúvós tanszakvezető. Szülővárosából, Sárvárról, a Győri Főiskola, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzése után művésztanári diplomával került Gödöllőre a 90-es évek elején. 1993 óta Gödöllői Friedrich Chopin zeneiskolában tanít, mint klarinét és szolfés tanár, tanszakvezető. A klasszikus tanári időszak után Dixieland zenekari pályafutása inspirálta, hogy az iskolában is átadja ezt a tudást, így 2007-ben megalapította a Dixix Rhythm Dixieland együttest, majd ezt követően a Forest Dixie formációt. Nagyon másképp kell őket tanítani, amikor Dixielandről beszélünk, hiszen az improvizatív zenében alapvetően a zenészek egymásra vannak utalva. Ugyan nagyon sok mindent megírok nekik, főleg a kezdetekben azért, hogy tényleg egyfajta hangzás kép kialakulhasson, amihez kell legalább 2-3 év, de aztán nagyon kell egymásra figyelniük, és szerintem ez egy nagyon erősen közösségépítő játékmód. Ma már szerintem kicsit klasszikusnak is lehet nevezni, hiszen most már több mint 100 éves a Dixieland zene. A Hard Jazz Band tagjaként a zenei hagyományokat is magas szinten ápolja és újítja meg, hiszen a Dixieland olyan klasszikus műfajnak számít, ami 100 év után is pesdítően hat, bizonyítják ezt az együttes amerikai meghívásai is. Egy-egy koncert igazi örömzenélés, ahol minden zenész megmutathatja kreativitását, amire tanítványait is biztatja Fodor László, példát mutatva nekik saját fellépéseivel. A növendékek, akik pályára mentek, rendszeres kapcsolatban vagyok velük,
már csak azért is, mert emiatt a rendezvények miatt nagyon sokszor kell helyettest hívni a tanításban, és ezek nem mások, mint a volt növendékeim, akik egyébként a Gödöllői Szimfonikus Zenekarban is játszanak. Fodor László aktívan részt vesz Gödöllő közösségi életében, hiszen számos rendezvényen működik közre zongorajátékával, tévéfelvételek szereplője vagy konferál, és szívesen lép fel tanítványaival is. Idén februárban volt egy Szerelemről című előadása a Művészetek Háza Gödöllő Színház termében, ahol én voltam a zenei rendező, de azért ez előstúlzás ilyen szempontból, hiszen nagyon-nagyon sokat segítettek nekem a kollégák, az ott fellépő kollégák, hiszen ez egy nagyon-nagyon nagy munka, és még soha nem csináltam ilyet. Ugyan 3 évvel ezelőtt a Kabarénak voltam zenei rendezője, de ott pedig dr. Horváth Zoltán a Kabaré rendezője nagyon sokat segített. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon fontosak ezek a kulturális események a városban, csak úgy, mint a konferálás is. Engem úgy találtak meg ezzel, hogy a nőnapi ajándékkosárt konferálhatom egy csodálatos művésznővel, Pécsi Ildikóval, ami nekem nagyon nagy megtiszteltetés, ugyanakkor nagyon nagy feladat is. Fodor László 2015-ben Kossuth díjat vehetett át a Hot Jazzben tagjaként, de a Körösfői emlékplakett, majd a Gödöllő kultúrájáért díj kitüntetettje is. Gödöllő város önkormányzatának képviselő testülete Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógus, művészeti vezetőnek elismerve magas színvonalon végzett kulturális, valamint énekzenei és drámapedagógiai munkáját Gödöllő városért kitüntetést adományozza. Mészáros Beáta énektanár, drámapedagógus, művészeti vezető. Tanulmányai a Török Ignác Gimnázium, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, majd a Kaposvári Egyetem, drámapedagógus színi nevelés, színjátszás drámapedagógus specializációján végezte, jelenleg a gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanára. Pedagógusi munkájában nem a gyermekek fantáziájának korlátozásával igyekszik életre nevelni őket, hanem éppen annak fejlesztésében látja az oktatás, nevelés útját a drámapedagógia színjátszás segítségével. Hát, hogy miért a színjátszás, arra már gyerekkoromban is nyomokat lehet találni az életemben, ahogy azt mondani szokás. Már kicsi koromban is nagymamám barhelt szoknyájában parádéztam, és játszottam általam kitalált szerepeket a padláson, a pincében, vagy a Baromfi udvarban, ahol éppen a fantáziám kitalált valami helyszínt. A zenetanulás azért lett fontos az életemben, mert a szüleim fontosnak tartották, hogy zenét tanuljak, és ez korán el is kezdődött az életemben, és ez a két vonal maradt is, tulajdonképpen végig. A zenés foglalkozások, a szerepjáték úgy tanítja meg a gyermekeknek az élet legfontosabb részét, az emberi kapcsolatok kiépítését, hogy a foglalkozásokat örömteli játékként élik meg. Különösen fontos ez a Damjanich iskolába járó hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztésében, akiknél a gyakorlatok segítik a magyar nyelv fejlesztését, szép kiejtést, a kifejező képesség növelését is. Gödöllő városában azt hiszem nem nagyon kell különösképpen magyarázni, hogy a színjátszás milyen fontos közösségépítő forma. A drámapedagógiának az ereje abban van, hogy a történet védelme alatt megélhetünk nagyon sok mindent, olyan élethelyzetet, ami esetleg vagy volt az életünkben, vagy esetleg lesz, és tapasztalatokat szerezhetünk mégis, ugyanakkor nem kell élesben szembesülnünk konfliktus helyzetekkel akár, vagy szituációkkal. Mészáros Beáta alapító tagja a Garabonciás Színtársulatnak, mely társulat csak egyik célja a színvonalas előadások létrehozása. Végzett rendezőként, drámapedagógus kollégáival példát mutatnak a gyermekeknek és a szülőknek is, hogy milyen hasznos néha más bőrébe bújva megoldani egy-egy problémát. A Garabonciás Színtársulatban nem csak én vagyok drámapedagógus, hanem vannak még rajtam kívül 3-an is, és így került előtérbe a színházi nevelés. Ezt a módszert elsősorban gyerekeknek, fiataloknak ajánljuk. Különböző programjaink voltak már sikerrel, amik futottak a város különböző, sőt a környékbeli iskolákban, de nagyon szívesen csinálunk felnőtteknek is foglalkozásokat, volt is szülőknek szánt foglalkozásunk.
Szerintem a felnőtteket sem szabad elhanyagolni abból a szempontból, hogy lehetőséget és fórumot teremtsünk számukra, hogy az értékeiket, a véleményüket és az értékrendjüket ütköztessék egymással. Mészáros Beáta városi drámapedagógiai programokban, pályázati projektekben vesz részt, aktív tagja a kulturális kerekasztalnak és más kulturális csoportok, például a Gödöllő Táncegyüttes munkáját is segíti. Munkásságával nagyban hozzájárul városunk oktatási és kulturális eredményeihez. Gödöllő város önkormányzatának képviselő testülete a Humán Bioplazma Kft. Dolgozói közösségének elismerve a város gazdasági életében való aktív részvételét, valamint a gyógyszeripari termékek gyártásában, forgalmazásában magas színvonalon végzett munkáját Gödöllő városért kitüntetést adományozza. Humán Bioplazma Kft. A cég ugyan városunk egyik legnagyobb adófizetője, mely befizetések révén Gödöllő fenntarthatja fejlődését, de a Kft. Vezetése és dolgozói egyénileg is támogatják a városban működő intézményeket, egyházakat, melyek között kiemelt helyen szerepelt a 2014-ben felszentelt gödöllői Szent Kereszt görögkatolikus templomnak nyújtott segítség is. Az elmúlt évben támogattuk a Madách Imre szakképzőiskolát és a Táncsics Mihályi óvodát számítógépekkel. A jövőben is szeretnénk egy dolgozói program keretében felajánlást tenni Gödöllő város által működtetett intézmények számára. A cég városunkon kívül is sok segítséget nyújt, például a Heimpál gyermekkórháznak. A Kedrion Biopharma elkötelezett gödöllői leányvállalata folyamatos fejlesztése mellett 2008 óta több mint 12 milliárd forintból bővített és korszerűsített Magyarországon, melynek köszönhetően 250 munkahelyet biztosít városunkban, de számos alvállalkozót is foglalkoztat. 200 főnek adunk közvetve munkát, ők alvállalkozóink, és ezen túl pedig nyilvánvalóan van egy olyan tevékenységünk a életmentő vérkészítmények gyártásán túl, amellyel büszkék vagyunk, hogy részesei lehetünk ennek a városnak, és részt vettünk a város fejlesztésében, a város fejlesztési koncepció létrejöttében és végrehajtásában, és Gödöllőt egy élhetőbb, jobb városá tudjuk mi is tenni. A Humán Bioplazma Kft. A város fejlesztését az egészségügyben dolgozók világszínvonalú képzésének elősegítésével is támogatja, valamint a felnövekvő gödöllői szakember utánpótlás biztosítására 2014-ben 8, valamint 2015-ben 9 tanulónak biztosított kötelező szakmai gyakorlati lehetőséget a gödöllői Madách Imre szakközépiskola vegyipari szakképzésében részesülő diákok közül. A Humán Bioplazma Kft. Vezetői és dolgozói küldetésüknek tekintik az embereken való segítést, hiszen a gyógyításban nélkülözhetetlen vérkészítményeket gyártanak. Ez egy egészen különleges szegmense a gyógyszeriparnak. A mi készítményeket nem lehet reklámozni, nem lehet patikában megvásárolni. A mi készítményekhez életmentő beavatkozásoknál jutnak a betegek, akik jellemzően nem is tudnak arról, hogy milyen készítményt kapnak. Ezért a mi esetünkben a cég filozófiánk is ehhez igazodik. Az életmentő készítmények gyártásához elengedhetetlenül szükséges alapanyagtól, amit egészséges, önkéntes donoroktól kapunk adomány formájában, ebből az alapanyagból készítünk életmentő készítményeket az arra rászoruló betegek számára. Úgyhogy ez a küldetés, ez a fajta tudat, ami miatt mi minden nap boldogan tudunk bejönni dolgozni, és itt valami olyat tenni, ami jobbá teszi a világot. A Humán Bioplazma Kft. Elhivatott kollektívája nem csak Gödöllő, de a közép-kelet-európai gyógyászat fejlődéséhez is hozzájárul. Kémesi György az ünnepségen köszöntötte a város két, idén 50 éves intézményvezetőjét is, Pintér Csillát, a gödöllői Mesékháza óvoda vezetőjét, illetve Buka Enikőt, a Friedrich Chopin zenei alapfokú művészeti iskola igazgatóját.
a kitüntetetteket és az 50 éves Gödöllőt a Talambaütő Együttes és vendégeinek ünnepi műsora köszöntötte.